mindjárt jön tanárnő, vagy nem jön. Osztályozók is ott itt nálunk ezen a párnapban, és valószínű, hogy az kicsit tanárnő. Valahol tartottunk, ha megmondjátok, hogy hol akkor folytatjuk. Tehát akkor ugye ott kezdődik az első ábrán, ott vannak azok a 8 atomból álló gyűrűs kénmolekulák. Ezt lehet, hogy a modell ott volt, ugye, hogy ott van a magzetetekre is. Jó, tehát ilyen 8 atomos gyűrűs molekulákból áll a két molekularázas anyag, ugye, és akkor az első lépésben, amikor elkezdtük hevíteni, vagy elkezdtétek hevíteni azt a kénport, akkor a molekulák közötti tökések szakadtak fel. Ezt jelezi, vagy mutatná ez az ábra. Sokkal távolabb kerültek ugye ezek a molekulák egymástól, mint itt ebben a kiindulási állapotban is, tanárnő folytatja. Ott tartottunk, hogy a molekulák közötti kötések szakadtak fel először. És akkor ekkor milyen halmaz állapotú is lett, amikor ez megtörtént, akkor a szilárdból folyadék lett. Jó, tehát akkor neked is ott a lapodon van egy ilyen rajzocska. Köszönöm tanárnőnek, hogy ez a kiindulási, volt ez a szilárd kém. Úgy nézett ki, hogy ez ilyen 8 atomos molekulák, 8 atom alkotja. Kellett erről tanulni. Igen, akkor, és ezek egymás mellett szorosan állnak, amikor szilárd anyag a kén, és akkor van köztük egy nagyon gyenge kölcsönhatás. Ezt elég gyorsan sikerült legyőzni, mert elkezdtük melegíteni, és már eltávolodtak egymástól. Tehát az történik először, hogy ezek a gyűrűk eltávolodnak egymástól, és akkor folyékony lett. Ezek a gyűrűk úgy egymáson elhördülgettek benne, és már nem is sárga volt, hanem kicsit barnás. És akkor következett be ez. Ez mit mutathat vajon? Mi akar ez lenni? Igen? Ismét itt szilárd lett, mert hogy ezek a gyűrűk elkezdtek szétbomlani, és mi lett ezekkel a 8-as ilyen láncokkal vajon itt, amikor megszilárdul? Hogy képzeled? Összegabajodnak, összeakadnak, megakadnak egymáson, tehát ehhez magasabb hőmérséklet kellett, felnyílnak a gyűrűk. És akkor emiatt lett szilárd, hogy megdermedt az egész. Igen. Nem tudtak ezek elgördülni már többé egymáson. Ilyenkor milyen kötésnek kellett fölbomlani? Kovalens, és ez nehezebben volt mondható, így van. És akkor a végén megint folyadék lett, és forni is kezdett. Mi történt ezekkel a 8-as láncokkal? Szétszakadtak, tehát rövidülnek a láncok. Rövidültek a láncok, és akkor újra folyékony lett, és forni kezdett. Amikor for, akkor ilyen általában ilyen 2 atomos, mint az oxigén. Ugye a kén az oxigén alatt helyezkedik el a periódusos rendszerben. 2 atomos molekulák formájában távoztak, a sárga színe volt ennek, és akkor mi is történt hirtelen? Vízre öntve ezeket a gőzöket mi azt tudtuk jönni. Megszilárdult hirtelen, gumiszerű lett, tehát ez a forró, folyékony kén gumiszerűen megdermed, hogyha hirtelen lehűtöttük. Tulajdonképpen itt a víz arra is szolgált, hogy hideg volt, tehát hogy lehűtötte. De azt is láttuk, hogy a vízben nem oldódott meg, oldódott volna, akkor elmenni szépen a víz, és nem látunk ilyen. Igen, hogy milyen az az olyan anyag, mint a gumi? Tudja valaki esetleg, hogy már valaki mondta is közben, milyen szerkezete a gumiknak, hogy ezeknek az anyagoknak mit szoktak rá mondani, tehát hogy ez nem kerül elő, de valaki mondott ilyet, azért kérdeztem. Ilyen amorf
nem rendezett, nem szabályos, sárga színű lett, de nem olyan, mint ez, hogy ilyen szép gyűrűk, hanem össze-vissza láncok vannak benne, gumiszerű. Hát a gumihoz van is köze a kénnek. Erre is vonatkozik a harmadik kérdésedet, hogy a gumiipar is használként. Tudjuk-e, hogy... Tehát arra használják, hogy az igazi gumi, nem a műgumi, az a kaucsukfa nedvéből nyerik, és ez a kaucsukfa, ez egy ilyen fehéres, sárgás színű, ilyen folyékony nedve terez, és azt meg kell azért szilárdítani, hogy ilyen szilárdabb gumi legyen, mint mondjuk egy autógumi, és akkor kénport kevernek hozzá, itt a ként akarnak az ábra mutatni, a nyers gumi láncaihoz, és az összekapcsolja ezeket a láncokat, és így megdermed, ezt hívják úgy, hogy vulkanizálás. Tehát a nyers gumit, a kaucsukból származó nyers gumit úgynevezett vulkanizáláson vezetik át, vulkanizálják kénnel. És akkor a gumi is egy ilyen amorf szerkezetű, alaktalan anyag, de vannak benne ilyen kénhidak, amik összekötik ezeket a gumi alkotó anyag láncai, és akkor ettől szilárdak. Nagyon-nagyon-nagyon megvulkanizálják a gumit, akkor olyan kemény lesz, mint ez az ebonitudú, de amit így fizikában szoktak úgy megdörzsölni, és hogy vezeti az állapot, nem vagyok olyan, gumi volt, biztos az is kemény, én még nem próbáltam, de az is jó kemény gumi, és van olyan gumi, ami meg puhább, nem mondjuk egy rágó gumiban biztos. Aztán ez csak egy érdekesség, hogy az ókorban is ismerték már, aki elhasználtam. Fertőtlenítésre is lehetett, nagyon jó, és alkotója volt lőpor vagy puskapornak, így van. Tehát a fertőtlenítésre is vannak kénes fertőtlenítők ma is. Csíraölő, puskaporban is. Kik szoktak még kénport használni, vagy égetni kénszalagot? Nem hallottam. Borászok minek használják? Feltöltenítik a hordókat, a belőle felszabaduló kéndioxiddal, a borászatban is használják. Van, ahol bányászák így a ként, mint ezen a képen van, és ott is ilyen sárga, kénes gőzök szabadulnak fel. No, tehát a kén igazából, mivel hűtőpor is meg is foghatta a vízzel, tehát nem oldódik a vízben, nem oldódik fel a szervezetben, nem okoz problémát. Jó, akkor mindjárt azt fogjuk megnézni, hogy minek állítottuk be ezt a kísérletet, ez már most nem tanuló kísérlet lesz, hanem másfajta. Szerintem nem lehet titik, hanem bocsánat. Akkor tehát az a kísérletet, most csak a értelmező csak közösen, ami itt le van nektek is írva. Tehát az egyik pohárban részszulfát oldalon, már egy órája, nem csak 3-4 perce, benne állt ez a vasszög, és megfigyeljük mindjárt a színét, de ezzel párhuzamosan a vasszulfát oldalon, ami zöldes volt, rész drótolt, illetve rész lemezkét tettünk, és megfigyeljük mind a kettő esetén a változást. Mind a két fémet most kiveszem, és egy picit meg is törlöm. Tehát a vasszulfát oldalba volt téve a réz, belelógott így az alja, illetve a részszulfátba a vas, mint itt már le is töröltem róla valamit, belelógott az alja. Melyiken lehet megfigyelni a változást? Itt ugye a vasnak ez az alsó része elég ilyen, milyen színű lett? Barnás, nem szürke, mint a többi fém szokott lenni, ilyen rozsdabarna színe lehet neki, kicsit mondhatjuk, hogy vöröses barna. Az esetben mondhatjuk. Tehát ez elszíneződött, és a részlemezke, azon kívül, hogy a vizes fényszörte lett része, kiválta rajta valami fény.
ugye a réz vörös színű, a vas pedig szürke, látszik, hogy nem a szürke. Nem igazán. Jó, akkor ugye az történt tehát, hogy ez a vas szög, ez felülete nagyon is megváltozott. Akkor az oldatot is megfigyelhettük volna, hogy most már tettem bele elég sok ilyen részszulfátot, de még mindig kékes színe van. Ugye hozok még egy oldat. Az eredetileg, ha semmi nem történik vele, milyen színe van, ugye nem tudok kimérni ugyanannyit, mint volt, mert hát azt elég találomra történt, és ez is. Hát ez a sima részszulfát oldat, vagy részgálic oldat, ez pedig az, amibe állt nekünk a sárt. Belemagyarázhatunk valamit esetleg, de lényegében nem fakult ki a színe, és nem változott meg nagyon a színe. Ennyi idő, még kevés volt, és nagyon sok rész volt benne. De megbeszéljük mindegy, mit várnál. Jó, tehát akkor ha ezt végezzük, hogy a részszulfátba vasszög, vagy vasszulfátba részdarabba, akkor mit tapasztalhatunk a vasszög felülete? Fel mi történik? Barna lesz, ez mire utal nekünk, hogy kiválik rajta valami anyag. Szemmel látható, valami kivált rajta, tehát a vasszög felülete barnás lett, barnás anyag vált ki. Hát mi lehetett ez a barnás anyag? Mondtátok is, hogy ez nem más, mint a réz. A réz egyébként nem barnás, hanem elemi állapotban vörös. Így van, de hát ez nem volt olyan szép fémes réteg. A részszulfát oldat az óra végén azt tapasztaltuk, hogy sajnos még mindig kék maradt. De azt lehetett volna várni, hogyha elfogy belőle az összes rész, az okozza a színét. Így van, akkor vagy, hogyha a réz elfogy, akkor ugye színtelen, és megjelenik helyette a vas, ami miatt zöld, ennek kellett volna halvány zöldnek lenni. Zöldet vártunk. Hát, lehetni, hogy ez bekövetkezne, ha ezt itt hagynám, vagy nem lett volna olyan tömény ez a réz oldal, mert töményebbre csinálom, hogy látszódjon a színe. A rézdrót felülete, vagy a rézlemezke felülete, az nem változott. És a vas szulfát oldat, az zöld volt, az zöld maradt, nem változott. Tehát ebben semmi nem történt. Mielőtt tovább nézelődnénk, mi lehet ennek az oka? Tudja valaki, hogy mi ennek az oka? Valami redukálása tud nagyon jó össze. Nagyon jó. Ez a redukálás. Tehát van a fémeknek egy redukáló sora, és azt nézzük el, hogy melyik van tőle balra, melyik van tőle jobbra. Nektek is van egy ilyen redukáló sor. Ugye ebben egy nagyon-nagyon fontos pont a hidrogén. Vannak tőle balra lévők. Az én enyém nem olyan, hogy itt növekedne a méretű tétek, még olyan is, hogy ugye legszélén van itt a kálium, a másik végén meg a rézezüst arany, és akkor nem egy helyen van, ugye a vas réz, a vas az a hidrogénhez képest igencsak, hogy balra helyezkedik el, a réz pedig jobbra, és amelyik balra van, az képes arra, hogy a másikat redukálja, ugye redukáló sor, ez melyik az, amelyik legkönnyebben redukálja a többit? Melyik az, amelyik legkevésbé redukálja a többit? Az arany.
Amikor egy anyag, ezt nem tudom, amikor egy anyag redukálja a másikat, ő maga oxidálódik. Tehát akkor a kálium a leginkább redukálja a partnerét, ő oxidálódik a legkönnyebben vagy nehezebben a kálium. Tehát legkönnyebben ő redukálja a partnerét, ezért ő oxidálódik a legkönnyebben. Nagyon láttunk már olyat, hogy úgycsak úgy kálium darabkák voltak valahova letéve? Nem? Olyat, hogy aranyok voltak letéve? Hát, és jó, szeretném sokat látni, de filmekben ugye aranytömbök, ilyen káliumtömböket nem láttunk, mert az történik vele, hogy oxidálódik, redukálja a többi anyagot, nem is lehet így tárolni, ugye, hogy szabad levegőn, annyira reakcióképes. Jó, visszatérve egy picit akkor a kérdéseinkre, tehát nekünk a vas volt, meg a lézer. Akkor melyik esetben is történt változás, hogyha rézszulfátba vas, vagy ha vasszulfátba réz? Rézszulfátba vas. A rézszulfát oldat hatóanyag a réz, kétszeresen pozitív ion, abba tettük a vasat, ki próbálná meg felírni ezt esetleg az egyenlet réz ion és vas között, parancsolj. Tehát a rézszulfátba vasat, vagy egyet följebb is, mert így is nem baj, már hát folytathatod. Vas, a nemi vas felült a réz, úgy felírva is nekünk a rézszulfát oldatba. Réz vált ki. És voltál. Jó. Tehát csak ebből az esetben történt változás, a vasat raktunk a rézszulfátba. Ezt esetleg úgy is föl lehet írni, hogy a vas és a réz ionok között megy végbe reakció, mert a szulfát a szulfát marad, és akkor vas ionok kerülnek az oldatba, és kiválik az elemi réz, így is fölhírhatjuk ugyanezt a folyamatot. És mikor tapasztaltuk volna azt, hogy teljesen zöld lesz az oldat, nézve a reakció egyenletet is. Mikor lett volna az, hogy ez a kék oldat helyén teljesen zöldet látunk? Ha mi történik, ha ez az ion teljesen elfogy, és helyére vas ionok kerülnek? Mert ezt nem látjuk, de a vas szögekből meg vas atomok léptek ki, mint ion az oldalban, tehát a vas, mert ugye most teljesen elfogyna egy idő után, és helyette meg réz lenne, csak ahogy a felületén egyre vastagfüggöd a réz, biztos megakadályozna, lelassítaná a vasnak az oldódását, de ha vasport raknánk bele, akkor lehet, hogy ügyesebben végbe menne, mint ezzel a szöggel. De egyébként ezt ugye le is lehet róla törölni. Nem olyan könnyű, mert már lehet, hogy most mérőgi papírra lesz szükség, hogy olyan erősen kivált, de ezt mások is használták már előtte, tehát mindig megresmérkezik egy kicsit, tehát a belső azért még vas maradt. Jó, tehát nem tudott teljesen végbe menni 100%-ba ez a folyamat. Mi az oka annak, hogy a másikban nem történt változás, tehát az, amikor az lett volna, hogy a vasszulfátba raktuk a rezet, és akkor nem történt. Ugye akkor nem ment végbe. Ezt mivel tudnánk megmagyarázni az előzőeket is, amit ugye elmondtunk előbb az utánában sorról, hogy ott meg nem ment végbe. Tökéletesen, így van. Tehát mert a vas előrébb van, balra helyezkedik el a redukáló sorba, mint a rész. Tehát a vas a redukáló sorban, bal oldalon van, található, hát itt folytattam, a rézhez képest mondhatjuk így is, ahogy mondtad is, ugye tehát a vas erősebb redukáló szer, könnyebben oxidálódik, mint a réz nem oldódik fel. Igen. Ugye akkor ez az ábra, úgy is hívjuk ezt, hogy
redukáló sor. A redukáló sor az annak segítségével elég sok mindent meg lehet állapítani. Ha összerakunk úgy tényleg egy olyat, hogy egy fém ion oldatban egy másik fémet, megmondhatjuk azt, hogy végbe megy-e vagy sem. Például itt ebben a kémcsőben van egy darab a cink. Cink az ilyen szürke, ridegő fém. Hogyha mondjuk ehhez a cinkhez én hozzáöntenék rézszulfát oldatot, várnánk a változást? Szerinted? Igen, mert a cink ott van majdnem, ahol a vas, még előtte. Az történhetne az óra végére, hogy... lenne, és a cink meg elkezdene oldódni. És hogyha azt csinálnám utána, hogy a cink vas szulfát az önteni, most akarok önteni, azért vártam még, akkor feloldódna a cink, kiválasztaná a vasat a cink. Nem? Hát a cinkhez képest a réz jobbra volt, de a cinkhez képest még a vas is jobbra van, akkor a cink a vassal hasonlóan viselkedne, mint a réz, vagy fordítva? Hasonlóan. Milyen fém oldatot önthetnék hozzá, azt akarnám, hogy fordítva menjen végbe, ne menjen végbe. Mondjuk alumínium oldatot vagy magnézium oldatot, akkor nem menne végbe ez a folyamat. Így van. Na most nem csak fémek egymás közötti reakciójára alkalmas ez a redukáló sor, hanem például arra, hogy híg savakban, ez megint egy híg sósav, oldódnak-e fémek. A hidrogén nagyon fontos szerepet játszik ebben a redukáló soron, mert az nem fém, de van olyan forma, hogy hidrogén ion, meg H2 hidrogén gáz, ami olyan, mint a fémnek az elemi állapota, meg a fémion, és beilleszthető ebbe a redukáló sorba. Sósavból a hidrogénionok vannak az oldalban, persze a vízhez kapcsolódva, és ebből ki tud válni a H2 hidrogén, úgy, mint egy fém oldalból a fém. Tehát ha most sósavat próbálunk önteni különböző fémekre, melyik esetben történne meg az, hogy a fém feloldódik, és a hidrogén, mint valami fém, kiválik? Melyik oldalon lévőkre? A bal oldalon lévőkre. Azt várhatnánk, hogy a hidrogénnél balra lévő fémek mind feloldódnak. Tanultunk ilyenről, hogy ez esetleg? Jó, hát akkor a cinkre mit várunk, hogy két tehát ilyen híg sósabban feloldódik-e? Azt várjuk, hogy igen. Hogy győződjünk meg arról, hogy hidrogén fejlesz? Égő gyújtópálcát közelítünk, vagy gyufát felé. Ez egyébként még mindig dezsedik. Jó, tehát én beteszem ezt ide, rárakok ilyen sósavat, és ha van valami reakció, akkor rakok még. Miután össze is vázom, mert lehet, hogy lassan indul ez a folyamat. Először összerázom. Látszik valami, hogy majd indul? Picit ott a területén elkezdett buborékolni. Mi lenne, ha nem cinket raktam, hanem a vezet? A rész oldódik-e híg sósavban? Mert a hidrogénnél merre van? Jobbra van. Jó, hát ez nagyon lassan kezdett is buborékolni, vagyis gáz fejlődik. Milyen gáz fejlődik? Tapasztalatunk szerint. Vízben elég nem jól oldódó, már nagyon buborékok is jönnek. Jó, akkor egy kicsit érve fogom ezt. Közben vállalkozik-e valaki segítőnek, hogy meggyújt egy ilyen pálcát, gyere. Tehát ebben egy kicsit akkor egy másikat. És mi
Köszönöm. Jó. Tehát lehet, kevés lesz. Gyújtsd meg a gyufát, utána a párcát, és akkor megpróbálom meg te ide közelíteni. Elgyegyünk meg. Nem fogunk azért. Jó, tehát így a párca. És akkor ide közelítjük, lehet, hogy semmi nem lesz. Még igen. Semmi. Nagyon lassan indult ez a nyomat, még akkor úgy fölfelé tartod, még akkor éjjük azért. Lassan. Ugye hidrogén a lellendőnél könnyebb, hogy nehezebb lesz. Elaludtok. Jó, nem aludt még. Aha, mert fúj, jött a szél. Jó, akkor nem baj, még legalább fejlődik, még egyszer megnyújthatod, és akkor lesz sikerül valami. Kicsit be is fogtam, lehet, hogy meg most már túl sokáig. Semmi, akkor elkérem, hogy jó. Hát ez nem jó, ez a gyújtópálca. Tökéletesen. Jó, köszönöm szépen, majd még egy próbálkozás, így akkor ezzel egy gyufával, jó? Lehet, hogy nem is az volt benne, ami rá van írva az üvegre. Jó, még egy picit akkor így befogom, és még egy utolsó próbálkozás. Na most ezután még azt fogjuk megnézni, hogy... Ja, ez már most nem jó. Igen. Ez nektek nincs odaírva, csak ugye a fémek oldódását akkor csomagban megítélhetjük. Nincs odaírva, hogy melyikben mi volt. Réz és ezüst volt ebbe a két kémcsőbe téve. Mind a kettő a hidrogénnél jobbra van, akkor ezek nem pezsegnek. Itt pedig cink és vas volt ebbe a kémcsőbe téve, akkor pezsegnek. Még a fémek és víz reakcióját is meg tudjuk ítélni. Na, még egy próbálkozás. Na, most végre van a hára. Beigazoltuk, hogy akkor ott pedig mi fejlődött. Hidrogén, mert ugye ilyen hangot adott, mi ez a hang, miért hallunk, mi történik. Durranó gáz, próbál végez. Mi ez a durranó gáz? Levegyel fel egy durranó gáz. Hirtelen meggyulladt a hangot. A levegő melyik alkotója? Az oxigén. Milyen arányba kellene összekeverni a hidrogén meg az oxigén? Jól robbanjon, pont jó arányba. Egy-egy. Jó, hát ő lehet nézni. Így, mint a víznél olyan az anyag, kettőször annyi a hidrogén, és amikor már csak hidrogén lenne a kémcsőben, nincs hozzá keverve oxigén, akkor esetleg meg is lehetne gyújtani, akkor már nem robban, csak addig robban, amíg oxigénnel keveredik, vagy levegővel keveredik a hidrogén, és az elején meg még valószínűleg nem fejlődött annyi hidrogén, mint amennyit szerettünk volna. Jó, akkor a következőben, mondjuk csak megnézni fogtok reakciókat, de majd ti is közelebb tudtok jönni a következőt, és biztos ezt láttátok is már, hogy vannak nagyon reakcióképes fémek, amik a hidrogénnél jóval messze vannak a redukáló sorban, hogy a pillanat azt megint, a legszélén, legreakcióképesebb fémek, amik legkönnyebben oxidálódnak, vagy legerősebb redukáló szerep, azok a mik ezek, amik ott vannak a szélén. Különböző fölfémek, ritka fölfémek, vagy hogy hívjuk ezt az ezeket? Az első alkáli fémek, vagy alkáli fölfémek. Tehát ott találhatók a periódusos rendszernek az első két oszlopában. És mi ezek közül a nátriumot és a káliumot fogjuk megvizsgálni. Nem is ontok hozzá hígsósavat, hanem csak vizet. Kérgétől megtisztított nátrium darabkát, egy üvegkárban, nem is kémcsőben, mert lehet, hogy ezt széttörni, vízbe teszünk, és ebbe a vízbe előzetesen lesz csak a fenolftalein. Mi ez a fenolftalein?
indikálják, hogy milyen, minek az indikálása, mit mutat, milyen kémhatás mutatja ki. Jó, és ezt kibővítjük azzal, hogy káliumot is teszünk oda. Jó, akkor az lenne majd, hogy majd közelebb lehet ide jönni, áthozom a kémcsöveket, jó? Tehát mindannyian fölkelhettek, és ide közelebb jönnek. És aztán majd nem ez a kép. Jó, ez a... Na, jó. Ez a kálium. Ugye ezek olyan jó ezekkel kísérletezni, mert újak ezek az eszközök. Ugye ez egy üvegfál, hoppá, ez nem szövődő kísérlet, hanem öntünk bele mocskán vizet. Megkérek valakit, hogy csöppentsen már bele ebből a fenolftalaimból egy cseppet ebbe. Jó, tessék, öntjük. Akkor a másikba is. Egy csepp volt még, akkor lehet kettőt. Kettő volt, jó van. Egy. Mert még mehet. Kis csöppek jönnek belőle. És jó, megnézzük, hogy ez elég volt-e. És akkor az első, legyen ez, ebben van a nátrium. Tudjuk-e, hogy mi, hogy kell ezt tárolni, mibe van téve? Lehetne vízbe tartani? Nem. Majd megnézzük, hogy miért nem. Szerintem ez még nem is nagyon volt sokszor kibontva, tehát új. Ugye petróleum alatt tároljuk, és ez egy nagyobb darab, tehát ezt eszembe se jutna így használni. Van hozzá egy kés. Milyen? Mit várunk, hogy fényes lesz a felülete. Itt, ahol a külső felülete van, amennyire látjátok, nem olyan fényes, mert már eloxidálódik még így is, de ahogy levágtam belőle, ott milyen szép fényes lett azon a részen. Jó, nekünk ennyi most elég. És igazából ezt meg lehetne csiszolgatni, ezt a nátriumot. Ez a felülete azonban elég fényes, és akkor megnézzük, hogy így működik-e, hogy rádobjuk a vízbe. Igen. Mi történik vele rögtön nézve? Milyen színe lesz alakja? Fehéres színe lesz. De petróleum-szerű illatot érzünk. Lesüllyed el a víz aljára. Nem. Hallani, mit hallunk? Sistergést, ezt is tudjuk. És hát narancssárga a tálca, de azért akkor is látszik, hogy fenolftalein ott, ahol megy lilul, arrébb állhatok ott akkor, hogy kimegy majd. Én érzem, hogy itt is, hogy mozgott a levegő. Jó, egy picit elrészem. Egy csípős. Igen, és kész. Na most meggyulladt-e ez közben? Nem. Még meg azt lehetne, hogy ebbe a kis csónakba esetleg belehelyezzük. De előtte inkább nézzük meg a káliumot. Jó, megpróbáljuk összehasonlítani. Jó, aki most köhögött, álljon egy picit arra. Erre most egy elefejjel. Jó, akkor a kálium van a másikban. Én is érzem, igen. Hú, ez egy nagyon nagy darab. És ebből is egy picit levágunk. Jó lett volna jobban megcsiszolni, de ott, ahol megvágtam, ott fényes azon a szélén. Lehet, hogy egy szűrőpapírral leiktatom, hogy ne legyen kezdve. És akkor rádobva. Látunk különbséget? Hát elég gyorsan. Még van egy kicsi darab, ezt is oda dobom. Milyen színű ez a lángja? Narancsárga. És hát ha jobban megfigyeljük, néha egy kicsit olyan lilás, jó, arrébb helyet is foglalhattok. Thank you.
Jó, akkor... Hasonlóan viselkedtek, de volt valami különbség. Egyébként éget is közve magától, valami éget ott a második esetben. Színe a két edénynek az hasonló lett, lilás lett mind a kettő esetben. Mind a kettő lehetett késsel vágni, elég puha volt. Mind a kettő szaladgált a felszínen. Nátrium az, mintha fehérebbé vált volna, itt nem láttuk, mert olyan gyors. Melyik mozgott gyorsabban? Talán a kálium gyorsabban mozgott. Nem lepődünk meg rajta, hiszen ebben a sorban a kálium a nátriumtól még inkább balra van, tehát még hevesebben kellene, hogy reagáljon. Jó, mi a nátriumnál? Miket figyeltünk meg? Nátrium darab, ahol helyezkedett el? Felszínén, a víz tetején. Ez mire utal nekünk, hogy nem süllyed be egy anyag a víz belsejébe? Nagyobb a sűrűsége, mint a víznek? Kisebb a sűrűsége, mint a víznek. Mennyi a víznek a sűrűsége? Fizikából esetleg 1 g/cm. Akkor az egynél kisebb. Ezeket táblázatokból ki lehet nézni. Milyen volt a nátrium alapja? Gömb. Mitől vett föl vajon gömb alapot? Nem megolvadt. És ilyenkor azt az alapot veszi föl, aminek a lehető legkisebb a felülete, ez a gömb alap. Igen. Mozgott-e alapján? A kárjon is, hogy szabályosan? Ide-oda, hogy leüdösődött szabálytalanul. Hát haladt a víz tetején, lögdöste valami a tetején, nem is ilyetre közben, mozgott is. Igen, még sistergett is az oldalszínen. Milyen lett? Minek mondjuk ezt? Na, jó kérdés. Rózsaszínes lila, pirosnak szoktuk, akkor rózsaszín vagy piros. Ugye pirosnak szoktuk mondani, de hát igazából a színekre sok jelzőnk van, de a fenoltaleinek két lehetőség van, vagy színtelen, vagy ez a piros, vagy lilás rózsaszín, amit pirosnak mondunk. Jó, az elhelyezkedésnek, bocsánat, az a hetes kérdés, mi az elhelyezkedés oka neked a hetes? Víznél kisebb sűrűség. És a kálium az is kisebb sűrűségű, mint a víz. Az is az volt, így van, jó. Aztán miért változott, meg az oldalszín, ezt nem mondtuk. Mitől lett lila? Most kémhatásúvá változott, így van, azt jelzi, és azt pedig mi okozza a lúgos kémhatást? Mivel függ össze az oldalban, milyen ionok túlsúlya? Melyik ionok? Vagy akkor ki az, aki mondja? Ja, mondtad is, hogy bocsánat, csak rosszul hallom. Hidroxid ionok, így van, azok túlsúlya okozta, vagy hidroxid ionok keletkeztek, ezt gondoljuk. Igen. Mi a fenoltalein szerepe? Kimutatja a kémhatást, vagyis hát mondhatjuk, hogy azt is röviden indikátorként viselkedett ő volt ebben a reakcióban, igen. Mire utalt vajon a nátrium darab, hogy mozgott? Mitől mozgott vajon? És miért? Hogy hidrogén valamilyen gáz feljövődött, hogy tudjuk a tudjét, és a hidrogén lögdöste, így van, és ennek a hangját is hallottuk, hogy serceget, ugye úgy, mint amikor fejlődik gáz egy kémcsőben, tehát a fejlődő gáz, a fejlődő hidrogén lögdöste a nátriumot. Tehát, és ennek köszönhető volt a sistergés is. Még ezt is meg tudtuk mondani. Aztán 11-es kérdés nálatok, hogy miért kellett a kérgétől megtisztítani? Mert az egyik felülete volt fényes. Mi van a többi részén?
Hát, vagy ha nem is véd, rendesen, mert azért levegőn is tönkre mennek, mert a tetején, a felületén van valamilyen oxid réteg. Felületén oxidálódik, még a petróleum van az is egy enyhén, és hát ha nem is védő rétegnek tekintjük ez, de van rajta egy réteg, tehát ezt a réteget eltávolítjuk. Közben valaki gondolkozhat, hogy fölmeri egy írni azt az egyenletet, de szerintem nem kellett. Nátrium és víz. Akkor keletkezik, most tudom szosztanálni. Nagyon jó. És hidrogén. Hidrogén. És akkor még rendezni, és megtalálom. Jó. Jó. Tehát a nátrium volt, nátrium hidroxid, ez megtalálódés voltál. Jó. Akkor én szerintem nem lenne nagyon büszkén, lehet várok, hogy mindenre tudtatok választani, és sokan aktívak voltatok, mert lehetnék még több fajta kísérletet, mert nagyon sokan kívánom, hogy ez az, ami nekünk belefér. És hát remélem, hogy jól éreztétek is magatokat, hogy egy kaptok kísérletet is ezt lehet. Amikor van ilyen rendezvény, és akkor búcsúzóan még, hogyha kis csengetekhez megvárnám, hogy teszem a kézébe kísérletet, mert életfülük alatt végezünk, mert gázok fejlődnek, hogy alumíniumot és jódot össze fogok keverni, egy cseppvizet rácsodani, hogy megnézzük, hogy mit történik. Ide lehetne jönni, mert át is megy a szomszédba, és ez még gyorsan megjelenik. Hát sajnos egy sárkát fogok minden összeget. Van egy kérdezik a másik a nyugodtam, reggelsz. Thank you.
kérdezte. És láttam pár jól, tudod, hogy jól jöjjön. Igen, nem láttam pár jól. Láttam, hogy ezt Figyelj, de azért kitettem, viszont nem tudom, hogy hol van az izzó. Anna? Nem Anna?